Digitális formában elkészült az első településképi arculati kézikönyv mintája. Egy kitalált magyar helység, magyar szép hely példáján keresztül mutatja be a minta, mit kell tartalmilag és formailag tartalmaznia a kézikönyveknek, amelyeket a települések készítenek el. Ez a kézikönyv tartalmilag bővebb, mint a települési rendezési terv, mondta el 35 perc című műsorunkban a megyei építészkamara elnöke. Két dokumentum születik a munka során. Az egyik ez a bizonyos település képi arculati kézikönyv, ami fotókkal, vizuálisan számba veszi a település meglevő örökségét, műemlékeit, vagy egyéb arra méltó dolgait. Aztán születnek ajánlások az utcakép alakításába, arra vonatkozóan, hogy és nagyobb részt a lakóépületek, a lakások, családi házak, vagy hát kinek milyenje van, kisvárosokban azért tömbszerű társasházas és egyebek is nyilván. Tehát ajánlások születnek, és az adott település feldolgozása kapcsán aztán konkrétan az ottani település meglevő utcáit végig járva, ha elég becsületes az, aki csinálja, akkor napokat el lehet ezzel molyolni még a kis településeken is, és gyűjteni fotóanyagokkal forrásanyagot, amit be lehet majd emelni ebbe az anyagba. A jogszabályalkotók nem szeretnék gátolni az építészek, tervezők munkáját, inkább építészeti minőséget szeretnének felmutatni az új házakat építők számára, mondta el az építész. Hozzátette, jelenleg a Szabolcs megyei településeken is meglehetősen heterogén településkép alakult ki. A mintakézikönyvet összhangba hozzák egy már megjelent kormányrendelettel. A kézikönyv megtervezéséhez egy szakmai anyagot is elkészítettek. Az első tervek szerint október 1-jéig kellett volna az önkormányzatoknak elkészíteniük a dokumentumot, de Bándi Gyula környezetjogász a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsman helyettes javaslatára szeretnék a határidőt október 31-ig meghosszabbítani.